Alig egy hete mutattuk meg, hogy miként tarolták le a fákat Fonyódligeten az Erzsébet táborban, ahol felújítási munkákba kezdtek. Most újabb fák kivágásáról kaptunk híreket. Az északi parton Réfülöpön a kemping területén vágtak ki hatalmas fákat, amelyeket ugyan sajnálnak a helyiek, de azt mondják, hogy ezek már életveszélyesek voltak. Balatonakaliból is keresték stábunkat, ahol korábban gépekkel írtották ki a nádast. Ott már letettek arról, hogy visszaállhat az eredeti partvonal, ugyanis a területen már valamilyen épület alapozásába kezdtek. Réfülöpön a kempingben vágtak ki 25-30 méteres nyárfákat. Ezek látványa valóban elkeserítő, de a falu polgármestere azt mondta, hogy alapos vizsgálatok előzték meg a fakivágást. A munkák közben készült felvételek azt igazolják, hogy ezek a fák már betegek voltak. A fák állva vannak meg, 20-30 méteres nyárfák, amik az egykori töltéstajról épültek, kívülről sokan egészségesnek látszanak, de sajnos ettől kezdve mindig egy időzített bomba, tulajdonképpen potenciál gyilkos mindegyik. A helyiek szerint ezek a fák már olyan állapotban voltak, hogy egy komolyabb viharban bármikor ketté törhettek volna, hogy rádöljenek az alattuk levőkre. Én 60. évemet kezdem Réfülöpön, mindig is nagy fák voltak gyerekkorom óta, és a kivágás az mindig fáj, amikor az embernek valami elmúlik, de ezektől a fáktól sajnos meg kellett szabadulni. A Réfülöpön kivágott fák helyett egyébként újakat ültettek, így itt helyreáll idővel a rend. Februárban este 8 órakor fény mellett természetesen akkor is még szedték ki a nádat. Ezt már Balatonakaliban mondják a helyiek, ahol a parti nádpusztításnak azóta sincs következménye, hogy az komoly sajtóvízhangot váltott ki. Nem foglalkozik senki a helyreállítással, láthatóan sürgősen nekiálltak építkezni. A helyiek nem értik, hogy ez hogyan lehetséges. De abban a pillanatban, mikor ebből a kis szemétből, ami itt van, még fognak úgy beletenni, akkor azt nem hiszem, hogy garantálni lehet, hogy a nád az egyszerűen visszajön valaha is. A területen dolgozó munkások közül senki sem kívánt nyilatkozni, sőt arra is felhívták stábunk figyelmét, hogy az építkezés magánterületen zajlik, oda ne akarjon kameránk bemenni.